Nézz is, ne csak hallgass! millásreggeli.hu. Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát, és nézzük, hogy a lapok mit írnak. 06302010909 egyébként itt lehet nekünk írni, SMS-ben, Viberen, WhatsAppon. Köszönjük szépen az eddigieket, majd tolmácsoljuk mindjárt, hogy miket írtak a kedves hallgatók. Te mit találtál a lapokban? Hát én kérlek szépen azt nézem, hogy milyen szép és édes lehet annak a vállalkozónak az élete, akinek van egy bankja mondjuk, és akkor így megvesz cégeket, és akkor a saját bankjából azt a céget megtolja mondjuk egy ilyen gigahitellel. De azért ez így egy lényegesen egyszerűbb. Ugye jó hangzik, az M4.hu ír erről, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltsége az pont ilyen. Ugyanis, amit most szerzett nemrég, a Gyógyító Magyarok Kft.-ben és a Fájdalom Ambulancia Kft.-ben szerzett Mészáros Lőrinc 24,7-24,7%-os részesedést. Deák Gábor és a Mumet Kft. Mellett tulajdonos ő, vagy lett tulajdonos ő. És épp, hogy eltett 3 hónap a tulajdonszerzést követően, és már is óriási változások indultak el a szobanforgótársaságok esetében, az M4.hu vette észre, hogy 2021. február 3-án kötött szerződés értelmében zálogjogot jegyzett be az MKB Bank. A felvett bankkölcsön nem elhanyagolható értékű, a cégbírósági papírok alapján 3,3 milliárd forintról van szó. Ezzel tud gazdálkodni, tehát a teljesen véletlen az egyezés az összegben. Persze. A 24.hu írja, hogy kíváncsiskodók csoportjai bukkantak fel Mészáros és Várkonyi épülő luxus ingatlanjánál. Korábban a Telex írta meg, hogy Budapest egyik legdrágább környékén a Széchenyi kilátó közelében lesz az új otthon. És ez ugye ez a svábhegyi ingatlan az a 2000-es évek stílusában épült, a kertben egy kisebb tó is van, a ház a tulajdoni lapok szerint jelenleg 4, összesen közel 500 négyzetméteres lakásból áll. A Blikk is ellátogatott ide, úgyhogy hát ebből van bőven. A lényeg, hogy a Blikk által megkérdezett ingatlanos szerint a ház az elmondottak, és a külső alapján alsó hangon 2 milliárd forint, de mindennel együtt a 3 milliárd forintot is elérheti. Úgyhogy ezt csak így hirtelen hozzátettem. De én teljesen mással foglalkoztam. Ma körülnéztem gyorsan reggel itt a nemzetközi sajtóban, hogy mik a vezető sztorik. A Bloombergen van egy nagyon komoly blokk, amit Warren Buffettnak szentelnek, és sok minden van benne. Többek között beszél a Berkshire Hathaway-ről, azt mondja, hogy azon kívül vörösen izzó gazdaságot prognosztizál felkúszó inflációval Warren Buffett, úgyhogy, és elmondja, hogy ő mibe és hogyan fektetne, miben gondolkodna. Ez a fő sztori a Bloombergen. A Reutersen is egy nagyon érdekes van, ott arról szól a sztori, és erről beszéltünk itt az ázsiai országok kapcsán, hogy Új-Zéland és Kína kapcsolatával mi van, és úgy tűnik, hogy itt egy kicsit keményedik a szitu, mert ahogy azt mondta Jacinda Ardern, hogy egyre nehezebbé válnak egyre nehezebben kezelhetővé válnak a két ország, Kína és Új-Zéland közötti különbségek. Úgyhogy ez a vezető sztori a Reutersen, és akkor még egyet a BBC-n, hát hogy legalább a 3 első vezető hír az indiai vírus helyzettel foglalkozik. Egyszerűen, hát brutális a helyzet Indiában, ezt lehet talán nem túlzó mondani. Rengeteg halottal és nagyon-nagyon rossz állapotokkal. Úgyhogy ami eddig egy ilyen fura kérdés vagy kérdője volt sok mindenki fejében, hogy mi van Indiával, hogy úszták így meg, hát nem úszták meg, sajnos. Aztán is fontos információ azok, akik esetleg pénteken elcsábultak, és hát velem együtt elkezdtek gondolkodni azon, hogy hát hogyan is lehetne Horvátországba jutni, meg mikor lenne érdemes. Ugye nekünk akkorra jött az a hír, hogy az oltási vagy védettségi igazolványa már vissza lehet jönni karantén nélkül. Az odaútról pedig olyan információk jöttek, ugye, hogy a beutazással kapcsolatosan az a hír járta, hogy egy oltással át lehet menni
Horvátországba is be lehet lépni. Hát ez vasárnap jött egy pontosítás, a horvát belügyminiszter pontosította ezt a beutazással kapcsolatos közleményt, és kiderült, hogy persze elegendő az egy oltás annak, hogyha az illető igazolni tudja, hogy átesett a koronavírus fertőzésen. Uh-huh. Úgyhogy ez így már egy egészen más helyzet. Úgyhogy ezt érdemes tudni, több helyen megtalálni, én most pont a portfolio.hu-n találtam, de az MTI tette közzé, tehát biztos felbukkan más portálokon is az info. Egy gyorsat még ide beollózok, mégpedig a G7.hu-ról egy érdekes cikk olvasható. Van megoldás a széthagyott közösségi rollerekre, biciklikre. Jól kialakított pontozórendszerrel és visszajelzéssel csökkenthető a nem megfelelő használat, és hát ezt veszik alaposan. Egyébként nyilvánvalóan van megoldás erre, szépen lassan el kell kezdeni ösztönözni a usereket, hogy úgy hagyják. Igen, el. És pontozásra minősíteni, ugye, mert az már egy tudott tény, hogy kockázatkerülők vagyunk, tehát azt nem mm-hmm. szeretjük, amikor levonogatnak, vagy büntetgetnek minket pontokkal. Az, hogy hozzáadnak valamihez, az már kevésbé motivál, hogy gyűjtögessél valamit, ami majd valamire jó, ami igen, neked nem is kell. Igen. De az, hogy esetleg ott ilyen szégyenfot legyen, és megnehezítse a további bérlést, az szerintem is jó ötlet. Hát és egyébként különböző, a kísérletet. Igen, meg különböző incentívek, ugye, hogyha igen. viszont jól csinálod, akkor meg kapsz ilyen ingyen perceket, meg ilyen igen. ajándékot, meg olyasmit, úgyhogy ez jól működik. G7.hu lehet a részleteiről olvasni a kísérletnek, ami alátámasztja ezt az elméletet. Na hát kérem szépen, a Funk keresztapja, a nagy James Brown következik, aki mikor is? 33-as születésű James Brown? Mindjárt visszamegyek, megnézem. Igen, 33-as, így is van. Egy 1975-ös verzió az ismert felvételéből, amik talán kicsit máshogy szól, úgyhogy ezzel a kis csemegével megyünk tovább. I shall not feel good!